Az elmúlt napokban több cikk is megjelent a liszt drágulásával kapcsolatban. A Magyar Pékszövetség is állást foglalt a kérdés kapcsán, ők nem látják értelmét az emelésnek, ugyanis az eddigi adatok alapján eredményes évet zárnak a gabonatermesztők. Összesen 5 millió tonnányi termésben bíznak az aratás végére. A Pékszövetség értetetlenül fogadta a hírt, hiszen a információk alapján, amit az FM-től kaptunk, és a Bancsoló úgy is elmondott, jó termés volt búzából az idén. A tavainak a közel a 90%-a mennyiségben is termett, és ami igazából a pékeket érinti, hogy jobb lett a sikértartalma, mint a tavalyi búzának, ami ugye a kenyérgyártáshoz nagyon fontos. Az étkezési búza aránya is jobb lesz idén a tavalyihoz képest. A tavalyi 40 helyett ebben az évben 50-60% közötti arányjal számol a Gabonatermesztők Országos Szövetsége. A búza aratása július első hetében kezdődött. A hazai étkezési célokra bő 1 millió tonna szükséges. Másfél közel 2 millió tonna takarmányozásra, közel 2,5 pedig az exportra. A liszt árának emelkedését eddig még nem erősítették meg, de egy esetleges változás nagy hatással lenne természetesen a kenyérre és a pékárura is. Hangsúlyozni szeretném, hogy igazából konkrét információk még nincsenek a áremeléssel kapcsolatosan. Nyilván minden malom beszállítójával, a vevőjével, a tárgyasok kapcsán fogja kirakatni az álláspontját, de a Pékszövetségnek egységesen az az álláspontja, az idei termés nem indokolja az áremelést. A Világgazdaság cikke szerint a malmok arra készülnek, hogy a liszt árát körülbelül 5-10%-kal emelik majd. A liszt fogyasztói átlagára Magyarországon az elmúlt években folyamatosan változott. Tavaly ez az összeg közel 140 forint volt.